Igazi piknikre várják az érdeklődőket ezen a hétvégén, pénteken és szombaton a vízműdomb tetején. A nyárzáró dombpikniket hagyományteremtő szándékkal álmodták meg a szervezők. Kuriózum az, hogy itt fent a dombtetőn ilyen jellegű program még nem volt elérhető Kecskeméten. Korábban már voltak ugye nagy sikernek örvendő programunk a Csillagles, amit az idei évben is már megszerveztünk, de úgy gondoltuk, hogy ezt a programot lehetne színesíteni, bővíteni, és ezt a dombnak a tetejét ezt sokkal jobban belakni. A rendezvény a családok mellette a fiatalokat szeretné megszólítani. Péntek este filmvetítéssel indul a program, majd Csillaglessel folytatódik, várhatóan a csillagos ég alatt. Szombaton délutántól gyermekprogramokkal várják a látogatókat, este pedig egy hajnalig tartó bulizásra invitálják a szórakozni vágyókat. Valaki megváltja ugye a jegyet, a külön díjas jegyet, akkor fog csak tudni ide feljönni a dombtetőre ebbe a program ideje alatt. Természetesen ezen kívül a hagyományos jeggyel is a programon kívüli időszakban lehet majd látogatni a dombot, de akkor nem a program ideje alatt. És ebben az időszakban nagyon fontos az, hogy az összes program az ingyenesen igénybe vehető, ha valaki kifizeti a belépőt. A nyárzáró dombpiknik mottója: hozd magaddal a pokrócodat is, hiszen bárki saját pokrócáról nézheti a filmvetítést, hallgathatja a koncertet, vagy lesheti a csillagokat igazi piknik hangulatban.